Sziasztok! Köszöntök mindenkit! A mai videóban folytatódik a Volkswagen hivatalos modellgyűjtemény bemutatója. Ugyanis elérkeztünk a legújabb számhoz, a 48-as. Ez a Volkswagen Plattenwagen 1973-ból. Hát megnézegessük ezt a csoda szerkezetet. Ugye sokan korábban láttam, hogy akik korábban megkapták előfizetők, hogy sokan értetlenkedtek, hogy mi ez a szerkezet, sokan nem tudták, vagy tudják. Hát megismerkedünk vele, megnézzük a szokásos módon, úgyhogy tartsatok velem, hogyha kíváncsiak vagytok rá, és akkor már bele is csapunk a mai videóba. Szokásosan ugye ezt félretesszük egy kicsit a modellünket, aztán átlapozzuk az újságot. Hát ez a konkrét példány, ez a Volkswagen múzeumában található. Ugye ez egy szerkesztett háttér hozzá. Ja, most nem felejtem el, 49. számban lesz a Vento 92-ből, úgyhogy ez így, aki nem nézi végig az újság bemutatóját, így az elején látja, hogy mi lesz a következő. Na. Kényszerű lelemény címmel indul a története 1946. 1973-ig gyártották, de 1980-as évek végén kezdték el leselejtezni őket, de még 90-es évek elején is volt belőle néhány példány. Ugye ez gyáron belüli anyag mozgatásra, alkatrész szállításra, ugye a szallagok között, a gyártósorok közötti alkatrész szállításra hozták létre. Írja is, hogy üzemen belüli szállítási feladatokra készül 1946-tól ez a gépjármű, amelyhez a Volkswagen Bogár központi csővázát, tengelyeit, motorját és váltóját használják. A kis négykerekűek Plattenwagen, azaz platós kocsi néven válnak ismerté. Ilyet ugye sokan ezért nem ismerik ezeket, ugye, mert közúti forgalomban nem használták. Egyébként ez a szerkezet a Transporter elődje tulajdonképpen. Azért, mert 1947-ben Ben Pon, egy holland Volkswagen importőr volt, ő látogatott el ilyen üzemlátogatásra, hogy végigjárta a csarnokot, illetve az üzemet, és akkor pillantotta meg ezt a szerkezetet. Ugye ez itt fölül, ez a fekete-fehér, ez egy 40-es évek végéről származó, ez még a kezdetleges példány. Megpillantotta ezt a szerkezetet, és nagyon megtetszett neki. Gondolta, hogy ez az ő hazájába is milyen jó lenne. Ő sokat egyezkedett is a gyártóval, azonban a közlekedési hatóságnak egyáltalán nem tetszett, ugye nem is fogadták el közúti használatra, ezért Ben Pon készített egy saját vázlatot a Transporterről, és aztán hát hosszas egyezkedés után így született meg a Transporter. Ugye a Volkswagen eleinte egyáltalán nem hitt benne, nem hitte el, hogy lehet létjogosultsága egy ilyen Transporter-szerű járműnek, de végül is aztán a gyártás, a sorozatgyártás mellett döntöttek, elkészült a Transporter, a T1-es, és hát óriási siker lett végül, úgyhogy hát ez
a Transporter története nagyjából ebből a Plattenwagenből született, tehát ez az elődje. Úgyhogy ezért is van történelmi jelentőség ennek a járműnek, és ezért is került be ebbe sorozatba, illetve hát ezért is van létjogosultság ennek a sorozatban, ahogy megjelent. Úgyhogy én örülök is neki egyébként. Annak ellenére, hogy nem tudni, hogy hivatalos dokumentumok, feljegyzések annyira nem készültek róla, nem is lehet tudni, hogy hány darab készült ebből összesen. Így hát 1946 és 1973 között. Egy találgatások 20 darabról szólnak, de hivatalos információ nincs róla, hogy hány darab készült el. Úgyhogy így nagyjából röviden így ennyit érdemes tudni erről a szerkezetről. Itt az alsó képen is egy korábbi példányt láthatunk. Azt írja, hogy jól áttekintető az igénytelen, mégis nagyon hatékony jármű felépítése. És akkor itt is található, hát ugye ez az újság elejéről, jól megfigyeljük, ez az újság elejéről. Ezt láthatjuk itt az újság elején is kinagyítva, csak ugye más háttérrel. De ez ugye a Volkswagen Múzeumban található. Csak 1980-as évek végén kezdik el fokozatosan leselejtezni. 1994-ben selejtezték le az utolsót. Hát itt a kezdetleges változatnak a fülkéje, vezető fülkéje látható, egyszerű kialakítási a műszerfal, csak sebesség, mérő és néhány kapcsoló van rajta. Hát itt is láthatunk egy példányt, tehát ez is gondolom a múzeumban van. Ez ugye még a kezdetleges példán, a 40-es évek végéről származhat. Platós kocsi fülke borítás nélkül jellegzetes rakománnyal. És akkor lapozzunk is még egyet. Hát itt egy másik fajta változatot láthatunk ezen a korabeli képeken. Ez is üzemen belüli szolgálatot tett ez a kis dömper. Tengely távja igen rövid, fordulókörre 6,3 méter, billenő tartálya 200 literes, télen a tartály helyett hókotró torólap szerelhető rá. Hát ebből se sok készületett. A belső használatra szánt jármű műszaki dokumentációja meglehetősen hiányos. Ugye még ezt emeljük itt ki. Műszaki részletnek a léghűtéses boxermotort írják le nekünk, és hát a kezdetben ugye már ez a gyári verzió, ez 50 literes volt, literes, tehát 50 lóerős volt, 1192 köbcentivel, a kezdetben csak 25 lóerős volt. Kezdetben ez 1192 köbcenti volt 25 lóerővel egész pontosan, 1973-ban már egy nagyobb 1584 köbcent is volt 50 lóerővel, ugye boxermotoros. Hát ugye a bagárból ismert boxermotorok dolgoztak ebben is. És akkor így ennyi a műszaki adat, hát így közelebb hozom és így megmutatom, hogy így lássátok ti is. És akkor ennyi is az újság. Lapozzunk is tovább, itt ugye már a jól megszokott életérzés rovat. Különböző érdekességek vannak, és az adott korszakból. Lassan így azért végig mutogatom.
Volkswagen história, hát itt már egy kicsit más jellegű történelem. Itt a márkákat láthatjuk, ugye a Volkswagen konszern márkái, egészen pontosan 10 márka tartozik a konszern égisze alá, évszámok szerint. Ugye az Audi, Audi, Autounion 1966-ban kerül végleg a Volkswagen tulajdonába az Autounion, aztán ugye Seat, a Skoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, MAN, a Scania is, a Ducati 2012-ben és a Porsche is 2012-ben a Volkswagen koncernhez tartozik. Aztán itt az Audi-nak a történetét írja le. Ha jól látom, nem olvastam el egyébként még. Tevankel motoros NSU RO80-as képét láthatjuk. Póló mintakép az Audi 50-es. Ugye volt erről szó, hogy korábbi számban ugye a Volkswagen Póló bemutatójánál, ugye egy nagyobb képen is látható, ugye korábbi újságban nem volt róla nagyobb kép, de itt láthatjuk nagyobb képet róla, az Audi 50-esről. És akkor vége is az újságnak, még egyszer a következő 49-es szám, a Volkswagen Vento 92-ből, ez is egy nagyon szép és izgalmas modell lesz. Na, úgyhogy ennyi is volt akkor az újság, kicsit elhúzódott, de akkor nézzük is meg magát a modellt. Hát íme akkor így néz ki. A búr alatt levesszük a búrát, ugye szokásos háttér az újság elejéről. És akkor már meg is csodálhatjuk ezt a gyönyörű Plattenwagent. Nagyon szépen, részletgazdagon ki van dolgozva, nagyon jól visszaadja egyébként az eredeti kinézetét. Pontosan úgy van, úgy visszaadja a valódi modellt, ahogy a képen is láthattuk. Ugye ez egy vászon, ugye már 70-es években ilyen vászon tetőt húztak rá, ugye az oldalsó szélvédőse vászon volt, csak itt ez az alsó része volt fém, meg ugye szélvédővel volt ellátva, egykaros ablaktörlővel, lámpái voltak, úgy, hogyha sötétben kellett közlekedni vele, itt a plató aljára volt rögzítve. Itt hátul egyébként, hát a kezdetben csak egy darab lámpája volt a rendszám fölött, később kapott kétoldali fényszórót, illetve egy-egy két szélére egy-egy index lámpát. Visszapillantó tükrök is ott vannak. A beltér. Fölkapcsolom a vakut, és akkor talán be lehet látni. Nagyon szépen meg van festve a beltér, és egy kormánykerék váltókor fekete. Az ülés, maga az ülés barna. Hát így nem egy egybepad van rajta, hanem két különálló ülés. Ugye korábbi verzióknál vagy egy szimpla ülés volt, vagy egy egyben kétszemélyes pad. Szépen ki van dolgozva, láthatjuk itt a kilincs is, illetve az oldalsó szélből is látható ezek a rögzítő patentok vagy csatok.
És szépen ki van, én nagyon meg vagyok felelégedve, nagyon szépen ki van dolgozva. Félni is nagyon rendben van, középen az embléma. Lámpa is nagyon szép. Hát így azt nézem egyébként, hogy a középen ez, ugye ez az eleje, ugye ez a hátulja, és ugye itt a rendszám, itt ez fölött volt, ugye korábban ugye a helyzeti jelzőlámpa, ez nem tudom, hogy itt az elején az ott mi akar lenni, de mindegy. No, lecsavarjuk a talpazatról, és akkor megnézzük úgy is, meg az olját is megmutatom. Íme talpazott nélkül. Közben rájöttem, hogy mi akar az ott lenni, az ott bent, az a piros. Hát az a duda. Azért akadtam meg az előbb, csodálkoztam, hogy az ott mi, de az a duda, most már rájöttem. Talpazott nélkül is gyönyörű. Tényleg nagyon aprólékosan, nagyon szépen ki van dolgozva. Minden apró kis részlet ott van, ugye itt van vonóhorog. Ugye már ezek a későbbi példányokat felszerelték vonóhoroggal is. Tudott húzni kis pótkocsit. Nagyon jó az a rakfelület is, szépen ki van dolgozva. Úgyhogy én teljesen meg vagyok vele elégedve, nagyon jó a színe, fényezése rendben van. Teljesen meg vagyok vele elégedve. Itt az alja. Próbálom úgy, hogy letörjek róla valamit, meg el ne ejtsem. Itt az alja, így néz ki. Egy teljes értékű pultkereket is kapott. Itt volt az üzemanyagtank, ugye benzintartály, ugye benzin üzemű volt, nyilván ugye boxermotoros. Úgyhogy nagyon szép, úgyhogy nem is tudok mit egyebet mondani. Hát nem tudom, hogy mennyire lesz kapós, én szerintem annyira nem lesz, nem fognak kapkodni utána. Már csak abban is gondolom, hogy nagyon sokan nem tudják, hogy miféle szerkezet ez. De így a videó megtekintése után már remélem, hogy kicsit tisztább a kép, aki még esetleg nem nézte át az újságot. Úgyhogy én ajánlom mind egyébként érdekességnek, mindenképpen érdemes betenni a gyűjteménybe. Egy nagyon szép, aprólékosan kidolgozott részletgazdag modell, úgyhogy teljesen gyűjtemény képes. Úgyhogy ennyi is volt akkor ez a mai videó. Fotókat rakok még föl róla a Facebook csoportba. Ugye linket megtaláljátok a Facebook linkjét a leírásba, úgyhogy nézzetek rá a csatorna, a Facebook csoportra is. Úgyhogy találkozunk majd egy legközelebbi videóban. Addig is nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Sziasztok!